Erzsébet színházba megy. Egyes. Erzsébet délután háromkor ébredt. Az utóbbi időben három-négy órakor hajnalban került ágyba, és lassan kint ebbe is beletörődött. Késő ősz volt, és jó is volt így, a homályos szobában megvárni, míg a szűk Kálvári utca elsötétül, és túl, a borbénál meggyújtják a petróleum lámpát. Ilyenkor halvány fénypászma esett a szobába, és Erzsébet lassan öltözködni kezdett. Erzsébet turnőrt vett fel, és az olcsó, de tarka szalagokkal gondolt kötözgette azt. Borszesz lámpával bodorította haját, amelybe ő szálak vegyültek. A borszesz lámpa egy halványkék kötésű könyvön állott, ennek a könyvnek ez volt a címe, Emlény. Valami költői társaság adta ki 1852-ben itt, Kanizsán. Erzsébet elmerengett, és a felsőbb matézisben, nem nagyon járatos elméjében jó egy percig tartott, míg kiszámította, hogy ennek már tizenegy éve lesz hova tovább. Az emlénynek nem csak a kötése, de alapja is halványkék papírosból voltak. Halványzöld versek voltak benne, lisznyaitól, és több költőnő is szerepelt. Az 52-es évszámra Erzsébet külön emlékezett, hányatott és zavaros életében, homályosan tudta, ez az évszám valami különösebb eseményt jelentett. De ez nagyon távoli és kényelmetlen és bús gondolat volt, és Erzsébet gyorsan szeremleire gondolt. Szeremleivel már egy hónapja volt együtt, illetőleg szeremlei volt az egyetlen ember, aki egy hónapja állandóan járt hozzá úgy, hogy együtt létüknek holmi határozottabb jellege kezdett kialakulni, megkülönbözve az egy, meg egy-két hónapos futó barátságoktól. Ma is hajnalban, öt órakor váltak el, Erzsébet suttogva kísérte ki a homályos kapu nyíló szobából, és szeremlei már ötre újból idegyérkezett de már négykor ott volt, Pepita nadrágban, rettenetesen magas gallérban, fekete sövaliébeli alacsony, egyenes cilinderben. Erzsébet még nem fejezte be a ruházkodást, és bizalmasan hátra szólt, hogy csak üljön le. A gavallér óvatosan húzta fel a nadrágját, és előbb megnézte a kopott bőrhokedlit. Aztán unni kezdte magát, és megszólalt. Ma beszéltek rólad valahol, mondta előrehajolva. Mostanában, mikor magukra maradtak, már tegezték egymást. Ne mondjad. Erzsébet nem nagyon bánta, miről beszélhettek. Csak azon csodálkozott futólag ki ismerheti őt Kanizsán, ahol alig fél éve lakott. Az emberekkel szemben évek óta valami távoli zagyva érzése volt, nem emlékezett senkire és semmire, ami azelőtt történt, mintha ez utóbbi tíz év előtt nem lett volna semmi, vagy ami úgy volt, holmi más, idegen ember történt, és nem vele. Úgy volt, mintha ő tulajdonképpen tíz évvel ezelőtt született volna, egy szennyes és homályos sikátor valamely udvarában, de nem gyereknek született, hanem már érett és mindent értő, megcsömörlött asszonynak. Egy nagy, gúnyos csecsemő, akit nem érdekel a világ, mert már kiábrándult belőle, mielőtt megpillanthatta volna. Macskás jéknál kerültél szóba. Folytatta szeremlei, látván, hogy magától kell belefognia. Majd, hogy Erzsébet erre sem érdeklődött, nem is tudtam, hogy neked férjed is volt már. Erzsébet egy gombostűt erősített meg, és a tükör felé hajolt. Annyit érzett, hogy szeremlei hangjában volt valami tiszteletféle, és ez bosszantotta. Évek óta elképedve és egyre növekvő megvetéssel szilárdult meg keveset foglalkoztatott értelmében az a meggyőződés: A férfiak határtalanul ostobák. Íme, ez az ember, aki eddig úgy bánt vele, ahogy ő maga is természetesnek és helyénvalónak találta, most talán meg akarja különböztetni őt a hozzá hasonló nők között, mert valaki megmondta róla, hogy tiszta családból származott, s hogy egyszer férje is volt, tekintés, jómódú ember, valami jegyző. Istenem, alig emlékezett rá. Mi bajuk velem? Rántotta a vállát. A gavallér közelebb jött, legyeskedni kezdett, de Erzsébet ráütött a kezére. Egyszerre valami durva és kemény érzése volt. Most magától kezdett beszélni a volt férjéről. Szeremlei a külsejére volt kíváncsi, keszek kis ember volt, mondta Erzsébet jókedvűen. csapzott bajusza volt, nem szerette a rendet, kevés pénze volt. Miért hagytad ott? Becsukták. Szeremlei megtudta, hogy holmi politikai ügyről volt szó, közvetve tudta csak meg, elképzeléséből, mert a nő nem nagyon értette, mi a különbség. A gavallér intim részletekre tért, érdeklődött. Erzsébet ajkát vigyeztette, megvetően legyintett. Aztán behívta a viceházmesternét, és kávét hozatott. Kalácsot ettek hozzá. Erzsébet, este elviszlek a teátrumba, mondta a gavallér. Társulat érkezett. Komédiát játszanak? kérdezte. Nem ám, édesbabám, hanem a barátom uram egy bizonyos bájligeti, valahol egy drámai poémát talált nyomtatásban, és úgy vette meg a szerzőtől, eljátsza engedelem nélkül kanizsán és még egyebütt. Peste még nem is játszották. Nagy mester ez a bájligeti, ő maga festi a kárpitot meg a kulisszákat mind. Ehhez kellett vagy ötven darab. Erzsébet elkészült, risport hintett az arcára, pirosítóval kendőzte meg. Aztán jó kedve lett. Kettes. Sokan voltak, az egész kanizsai intelligencia és Erzsébet dacosan szemtelenül suhogott fel a páholyba, megkövetelve mintegy, hogy az anyák szégyeljék magukat, és zavarba jöjjenek bakfis leányaik miatt. Szeremlei valami diákot hozott még magával, és Erzsébet, amit a szűk lépcsőn felfelé mentek, már csak szokásból is megszorította a diák kezét, úgy, hogy a körmei egy kicsit belementek a tenyerébe. A diák hűlt, fült és remegett, a puha asszony sötét, árkolt szemei vészes, bajós mámorban ringatták. Mire leültek, odalent javában folyt már a játék. A diák, lelkes szemű, igen fiatal ember, szeremleinek magyarázta, miről van szó. Szeremlei gúnyosan figyelt a diákra, és egyik karját óvatosan dugta Erzsébet háta mögé. Erzsébet viszont a diák felé hajolt a diák folyton beszélt, suttogott. Erzsébet az egészből ezt a nevet hallotta, Arany János, és itt megjegyezte, hogy ismerte azt az írót, egyszer Pesten találkozott vele, és beszéltek is. Valami nagy sivatag volt most a színpadon, hátul piramisok, és az egyik, barna színész, igen hangosan szavalt. A diák azt mondta, hogy ez szimbólum, és hogy ilyeneket gőte is használt. Erzsébet a színészre tett megjegyzést, hogy csinos fiú, de buta ismeri ezt is. Szeremlei elménckedett, hangosan szójátékokat csinált, hogy a földszinten is hallhatták. Mi ez az egész, mondta Szeremlei türelmetlenül. Oda tapsoltak. Erzsébet egyik lábszárát odaszólította a diák lábszárához. A diák nem tudta, mit tegyen, és megint beszélni kezdett. Erzsébet futólag a barna színészre is gondolt, aztán maga se tudta, hogyan fanyar fáradtságot érzett, mind a hármat megutálta, szeremleit egyenesen megrúgni szerette volna, a diákot elkergetni. Halálosan unta őket, elhatározta, hogy inkább a színpadra figyel, és ha lehet, int a színésznek. A színész hosszú lebernyekben állt egy asztal előtt, és szavalt. Ó nő, ha te meg tudnál érteni, ha lenne lelked oly rokon velem, miként az első csókodnál hívém, te hű maradnál hozzám, s nem keresnéd a boldogságot kívülem. Ó nő, mi végtelen szerettelek! Szeretlek most is, ah, de keserűen! Erzsébet megütődött. Milyen furcsa beszéd ez? Aztán megint elfelejtette a darabot. Megint ráfanyalodott, hogy a diákkal foglalkozzék, de ezt tátott szájjal figyelt, nem is vette észre. Ez felbosszantotta Erzsébetet. ostoba a férfiak, gondolta magában. Mindenfélét összeírkálnak egymásnak a nőkről, és úgy figyelik egymás szavát, hogy közben megfeledkeznek arról, amiről szó van. Mit bámul úgy ez a gyáva diák? Minő csodás kevercse rossz nemesnek? a nő mérgébős mézből összetéve. Mégis miért vonz? Mert a jó sajátja, míg a bűne a koré, mely szülte őt. Minek, 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 minek ez az egész, mondta magában Erzsébet, és életének nagy ürességébe bámult. Rossz napokat látott, és erőszakos ostoba embereket. Utálatos. Minek élő? És miket beszélnek ezek az írók? eszibe jutott az emlény, ami ott állt most az asztalkán, a hajfodorító spiritus mellett. Az egész egy zavaros mélység, amiben rossz illatú dolgok kavarognak. Csak lefelé lehet nézni bele, mélység, ami egyre mélyebb lesz. Egykedően vette észre, hogy véletlenül ebben a pillanatban valaki a színpadnő is a mélység szót mondta, abban a pillanatban, amikor ő maga is ezt a szót gondolta odafigyelt. Egy nő szavalt, felemelt karokkal. Mit állsz tátongó mélység lábaimnál? Hiszed, hogy éjed engem elriaszt? A röghúl csak beli a föld porába, én glóriával által lépem azt. Ki írt ezt a darabot? kérdezte Erzsébet a diáktól. A diák megmondta. Erzsébet csak egy pillanatra merevült meg, de a diák észrevette. Megkérdezte, mi az. Erzsébet szeremlei felé fordulva válaszolt. A férjem, a, a volt férjem, nem is tudtam, hogy az darabokat írt. És nagyon ameresztette a szemeit, és lassan előre hajolt.